Önök a Bonyhádi Naplót látják, Lipták Péter vagyok, köszöntöm nézőinket. Nézzük, mi fért mai magazinunkba. Bonyhádon is felragyogott az első adventi gyertyafénye. Vörös Martira és Illyésre emlékeztek a műfázban. 10 család ültetett csemetét az Életfa program keretein belül. Újabb nemzetközi kettlebell siket könyvelhetnek el a bonyhádiak. Bonyhádon is felragyogott az első gyertyafénye a város adventi koszorúján. A közös gyertyagyújtással megkezdődött a harmadik völgységi advent programsorozat is, amelyre a rossz idő ellenére is sokan kilátogattak a város és a térség lakói közül. A szervezők az ünnepi időszak folyamán további különböző programokkal várják az érdeklődőket, felnőtteket és gyerekeket egyaránt. Bonyhádon is meggyújtották az első gyertyát a város adventi koszorúján. A gyertyák fényének felragyogásával a harmadik völgységi advent programsorozat is kezdetét vette, és ezzel egy időben a karácsonyi vásár is megnyitotta kapuit az érdeklődők előtt. Bár az időjárás inkább őszinek, mint téleleinek volt mondható, így is sokan voltak, akik kilátogattak az eseményre. Nagyon jó ötletnek tartom, és remélem sokkal többen fognak élni vele, mint ahogy most látom. Egyelőre szerintem az eső sok embert otthon tartott. A felnőttek mellett természetesen a gyerekek körében is nagy volt az érdeklődés a karácsonyi forgatag iránt, akiknek már rögtön az első nap is programokkal kedveztek a szervezők. Nagyon örülünk, hogy megindul a karácsonyi vásár. Szerintem nagyon kellemes, jó kis elfoglaltság. Gyerekeknek is tetszik, szeretnek ide lejárni. Még egy kicsit gyér az érdeklődés, de szerintem majd később még alakul ez a dolog. A már harmadik alkalommal megszervezett völgységi advent program sorozaton igyekeznek mindenki számára érdekes rendezvényekkel tarkítani az ünnepi időszakot. Bár a szervezők dolgát a pandémiás helyzet nem könnyíti meg, mégis bizakodnak abban, hogy az érdeklődés csak nőni fog a programok iránt, hiszen elmondásuk alapján az egyik céljuk a program sorozattal az, hogy közelebb hozzák egymáshoz a bonyhádi és a környéken élő embereket. A programokat az önkormányzat és a Vörösmarty Mihály Művelődési Ház karöltve valósítja meg. A pandémia nehezítette időszakban nagyon kevés lehetőség volt a személyes találkozásra, és polgármester asszony is a köszöntőjében úgy fogalmazott, hogy nagyon örül annak, hogy ez a rendezvénysorozat megvalósulhat. 16 órától várjuk szeretettel az érdeklődőket ugyancsak a rendezvénytérre, és akárcsak az első alkalommal, illetve az ezt követő programokon a helyi kézművesek, helyi termelők portékáit lehet megvásárolni, amellett, hogy természetesen kiváló programokkal várjuk az érdeklődőket. Jótékonyság, illetve karitatív célt is szolgál a program, hiszen mind a négy rendezvényen, mind a négy szombaton egyfajta gyűjtés is megvalósul. A közösségteremtés jegyében, vagy amellett karitatív célt is szolgálnak a rendezvények, hiszen mind a négy hétvégén valamely bonyhádi intézmény javára is szervezünk programot. Első alkalommal a Bonyhádi Gondozási Központot támogathatták mindazok, akik az intézmény által készített termékeket vásárolták, és aztán lesz jótékonysági süteményvásár is az Életút Egyesület javára, tehát nem csak a közösségteremtés, hanem a jótékonyság jegyében is zajlanak a völgységi advent programjai. A szervezők azt remélik, az időjárás kegyes lesz hozzájuk, és valóban kellemes programok közepette élvezhetik a harmadik völgységi adventre látogatók a színes programokat a hátralévő hétvégéken. Vörösmarty Mihályra és Illyés Gyulára emlékeztek azzal a versmondó versennyel, melyet a romantika költőinek 221. születésnapja alkalmával rendez, hagyományosan a nevét viselő művelődési ház. A rendezvény kapcsán rendhagyó irodalomóra keretein belül emlékeztek meg Illyésről, aki sok szállal kötődik Bonyhádhoz. Éj vagyok, te csillag, fényes és hideg, én sötét a bútor, s vágy miatt beteg. Általad homályom fájva összereng, még fölötte arcod istensége láng. Szép sugáraitól el nem alhatom, mégis. Éberk innan hozzád álmodom.
A névadó Vörös Marti Mihály születésnapja alkalmával harmadik ízben hirdetett szavalóversenyt a Művelődési Központ, ahova idén több korcsoport fiatal verselői érkeztek. Turek Miklós színművész, a zsűri tagja úgy gondolta, a romantika költészetének és ebben Vörös Marti kultuszának életben tartása elengedhetetlenül fontos annak érdekében, hogy megértsük, hogyan működünk mi magyarok. Egy olyan páratlan költőről van szó, aki a reformkor egyik csillaga volt, és olyan nyelvezetet használt költészetében, ami úgy gondolom, hogy a kortársai között is ritka, és a gazdagság az páratlan. És bár néha távolinak érezzük azt a nyelvezetet, amit ő használ, úgy gondolom, hogy fontos dolog, hogy a diákok és a hétköznapi emberek megismerjék azokat a szókapcsolatokat, azokat a fogalmakat, azokat a szavakat, amik az ő költészetében megjelennek. Úgy gondolom, hogy egy idő után, ahogy az ember él, és gyarapodnak a tapasztalatai, a most megtanult versek elkezdenek benne dolgozni. És mindig többet ért meg belőle élete folyamán. Ritkában kerül elő Vörös Marti költészete a szavalóversenyeken. Ez talán a nyelvi nehézségeknek tudható be, hogy távolinak érzik a diákok az ő nyelvezetét. Igen, nincs a favoritok között a Vörös Marti költészete. Reformkori hevület az már nagyon nehezen átérezhető a mai ifjúság számára, illetve hát a nyelvi régebbiség is nagyon nehezen betehető a diákoknak a szájába. Éppen ezért kell ilyen versmondó versenyeket rendezni, mondja Turek Miklós. Hiszen ilyenkor a tanulóknak el kell mélyedni a költőről tanultakban, és ki kell szélesíteni az ismereteket az adott korról ahhoz, hogy igazán megértsék a gyerekek a gondolatok súlyát és értelmét. Vörös Marti esetében ez azt jelenti, hogy rajta keresztül megtapasztalható a romantika és a nemzeti érzés egyaránt. Amennyit a szív felfoghat magába, sajátunknak csak annyit mondhatunk. Múlt és jövő. Nagy tengerek kebelnek. Megférhetetlen oly kicsin tanyán. Hullám, mint holtfény, s ködvárat lebegnek, zajától felrémül a szív magány. Ha van mihez bízhatnod a jelenben, ha van mit érez, gondolj és szeress. A versmondó verseny kapcsán egy másik költő is egy másikkor is napirendre került. Jelesül Illyés Gyula, aki két esztendőn keresztül volt tanulója a ma Petőfi Sándor nevét viselő gimnáziumnak, és akit előszállak kötnek Tolna megyéhez és Bonyháthoz is. Gábor Zsolt múzeumpedagógus előadásában rajzolta meg Illyés munkásságának azon részleteit, melyeket a tananyagok nem részleteznek. Én úgy gondolom, hogy a rendhagyó irodalomóráknak többek között az a szerepe, hogy a tankönyvben leadott tananyag mellett, illetve az interneten elérhető egyoldalú információk mellett ismerjék meg, legfontosabb a kort ismerjék meg, amelyben a költő, a művész alkotott, és ismerjék meg azokat a dolgokat, és vonják le maguknak a konzekvenciát belőle. Álljon össze nekik saját szubjektív, az objektumokból szubjektív kép arról a költőről, hogy ki volt ő, milyen lehetőségei voltak az adott korban. Ezek azok a körülmények, melyeket nem lehet kiragadni egy vers értelmezésekor, és ez az igazán értelmet vagy világítja meg pontosan a leírtakat. A múlt ápolása, a tradíciók tartása az a leendő generáció és a jövő generációnak ez egy kötelessége. Tehát amikor én gimnazista voltam első osztályos koromban, akkor hunyt el a költő 83 tavaszán, tehát akkor Illyésnek egy nagy kultusza volt. De ez csak a 60-as évek első felétől, inkább a második felétől volt jellemző, mert ő szilenciumban volt. Tehát némaságra volt 1949-től ítéltetve, és én úgy látom, hogy annak ellenére, hogy a Wikipedia szócikből utána tud az ember nézni, hogy négyszer nyelt el a Baumgarten-díjat, ugye 1931 és 36 között, majd pedig három Kossuth díjat is kapott 48-ban, 53-ban, majd 970-ben. Ennek ellenére a 22 verses kötetünk nincs nagyon a köztudatban. Őt a
már a Rákosi, illetve a Kádár korban egy ingatag politikusnak tartották, hogy ő a kisgazdapárti politikus volt gyakorlatilag, majd 56-ban a forradalom kitérésekor a Petőfi pártot alapította meg. De a legnagyobb probléma az volt, hogy ugye Szilenc Imre volt ítélve, 950-ben megírta talán a leghíresebb versét, egy mondat a Zsarnokságról címmel, amelyet 56. november 2-án olvastak be a rádióban, aztán utána életében ez a vers nem jelenhetett meg. Én úgy tudom, hogy 1989-ig nem is tudtunk erről a verséről, mert annyira elhallgatott verse volt. Szóval nagyon, tehát nem feltétlenül a túlélők lesznek boldogok és minden. Tehát az ő élete ez egy nagyon-nagyon keserves élet volt, én úgy látom, ismervén a, nem csak a alaptanterbe lefektetett irodalomba, tehát a holdak nem csak a fényes oldalát látom, én ismerem a sötét oldalát is. A szavalóverseny első korcsoportjának győztese Bakó Levente a Györei Templom általános iskola tanulója lett, míg a második korcsoportban Főglény Liza Kató a Szekszárdi Galai János gimnázium diákjának produkcióját ítélte legjobbnak a zsűri. Folytatódik az Életfa program Bonyhádon. Idén összesen 53 család ültetett csemetét. A Perccel kertbe ezúttal 10 vérszilvafa került. Az akció legfőbb célja a felnövő generáció nemzettudatának, lokálpatriotizmusának kialakítása és ápolása. Ezáltal a szülőhelyhez való kötődésnek, szeretetnek megerősítése. Az erdő, a fa és a természeti környezet védelmének tudatosítása. Bonyhádon már több mint egy évtizede működik az Életfa program. A nagy népszerűségnek köszönhetően az önkormányzat már elkülönített költségvetéssel rendelkezik az akció finanszírozására. Idén a Kolónia Alapítvány segítségével a város önkormányzata egy környezetszépítő program keretében belül vásárolta meg a fákat, és így idén most 53 darab életfát sikerült elültetnünk. A program önkéntes alapon működik, és a célja a felnövő generációk szülőhelyhez való kötődésének szeretetének megerősítése, továbbá az erdő, illetve a fa és a természeti környezet védelmének tudatosítása. Az önkormányzat megkeresi a Bonyhádon született és Bonyhádon élő kisgyermekek szüleit, és felajánlja a lehetőségét annak, hogy életfát ültessünk a csemetének, és a szülők jelentkezhetnek a programra. Ezt augusztus végéig kellett megtenniük a szülőknek, és most sikerült elültetnünk a fákat idén. A helyszíneket az alapján választjuk ki, egyrészt, hogy a szülők hova szeretnék a fát, hol van a lakóhely, értelemszerűen akik családi házba laknak, és adott a lehetőség, ott a ház elé ültetjük a fát. Ahol ez nem megoldható, vagy társasházba laknak, akkor egy kivágott fát próbálunk pótolni, mint ahogy azt most tettük itt a Perccel kertbe is. Itt egy régi fűzfát kellett kivágnunk, mert balesetveszélyes volt, és három másik facsemetét ültettünk annak az egy fának a helyére. És nyilván itt a Perccel kertben most olyan szülők kaptak, illetve a gyerekek kaptak facsemetét, akik itt laknak a környéken, ugyanis a fát a Bonikom Kft. Elültette, ezzel segítve a szülők munkáját most ebben a hideg és esős időben. A jövőben pedig a szülők és a gyerekek feladata lesz, hogy gondozzák a facsemetéket. Azt, hogy milyen növényt ültetnek, mindig az adott környezetnek megfelelően választják ki. Ezúttal vérszilva került a Perccel kertbe. Ez már a második alkalom, hogy részt veszünk ezen a programon, hiszen a kisfiunk hat évvel ezelőtt kapta meg a fáját, és most a kislányunknak is úgy gondoltuk, hogy legyen fája. Itt kapott helyet, hiszen itt élünk is, úgyhogy itt kaptuk meg a helyet a fának. A kisfiunk nem a Perccel kertben van, ő máshol, de őt is, azt is gondozzuk, tényleg nagyon szépen cseperedik, reméljük, hogy ez a fa is jó nagy lesz. Szerintem jó kezdeményezés, abszolút. Így összetartja a családokat is, én úgy gondolom, és fontos, hogy megismerjék a gyermekek a természetet és a fákat is ezáltal. Újabb sportsikert könyvelhetnek el a bonyhádiak. Ezúttal egy olyan sportágban aratott diadalt versenyző, melynek űzése alapvetően az erőnlét megszerzését célozza. Kis Csaba, kettlebell edző és versenyző neve mostantól a lehetséges győztesek közé sorolódott a sportág európai és világversenyein egyaránt.
Kettlebell edzés zajlik, a gyakorlatokat Kis Csaba mutatja be, aki már világbajnoki második helyezettnek és Európa bajnoknak mondhatja magát. Csaba sok mindent kipróbált, saját bevallása szerint egész életében sportolt. Elsősorban azonban kézilabdázott és sűrűn látogatta a konditermeket. De hogy hogyan találkozott a kettlebellel, arról meséljen már ő maga. Kettlebell és én 2006-ban találtunk mi egymásra, még önvédelemre jártam egy Cseh Tamás nevezetű úriemberhez krabmagára, és ő neki volt egy ilyen füles golyó a kis táskája mellett, és mindig megkért, hogy próbáljam ki fél éven keresztül, próbált győzködni, hogy csak próbáljam ki, mert én akkor még konditerembe jártam, hetente ötször, és fél év után mondtam, hogy jó, egy a fene, akkor most kipróbáltam, és hát másnap olyan izomlázom lett, hogy amit nem tudtam elképzelni. Felhívtam, és mondtam, ez most mi? És akkor mondta, hogy ő ezt akarta hallani, és na ott egy kicsit úgy kapcsoltam, és kipróbáltuk a többi gyakorlatot, és azonnal leváltottam így a konditermet a kettlebellre. A váltás olyan jól sikerült, hogy Csaba hamarosan a versenyzést is felvállalta, olyannyira, hogy ma már nemzetközi szinten is számon tartják. Legutóbb Franciaországban ért el kiemelkedő eredményt. A világbajnokság, Európa bajnokság az többször van, így már mint így egyébe rendeznek, mert különböző szervezetek vannak, és a szervezeteknél van egy ilyen megadott versenytípus szám. Mindegyiknek van igazából, ami alapból indult, az három versenytípus volt, ez a hosszú ciklus, amiben én indultam, volt a lökés, ami súlyemelésből ismerős, és van a szakítás. Ez a három, és akkor jöttek hozzá ezek az alajáték nevezetű kettlebell gamesek, ami már ilyen pentatlon, ilyen összetettebb versenyszámok, és így vannak megrendezve minden évben. Hát most itt a világbajnokságon amiket először kiírtak, akkor nagyon sokan voltak, csak ugye ez a vírushelyzet az oda is odaért, sajnos. 370-80 regisztrált versenyző volt, körülbelül 300-an voltak ott. Most először mondhatom azt, hogy így a világbajnokságon, most léptem ki először úgy igazából a komfortzónámból, mert az utolsó 5 percben teljes sötétség képszakadás volt, és csak az volt a fejemben, hogy hármat-hármat csinálja. Kiabáltak szemből, de nem hallottam, sőt a kijelzőt családtam, csak vártam, hogy vége legyen. A világbajnok egy belga versenyző lett, de Csaba erősen fené a fogát a díjra, úgyhogy fogadalmat tett magának a jövőre nézve. Most már itt tudom, hogy jövőre mit kell csinálnom, hogy elvegyem a világbajnoki címét. Nem elveszed? El. Biztos. Az Európa bajnokság az szintén meglepetés volt, mert ott első lettem, az totálisan meglepetés, így az első nemzetközi szereplés, és ebben kvalifikáltam magam a világbajnokságra. Én sporttagozatos óvodába, iskolába jártam, én világéletemben sportoltam. És nem az, hogy jobb, hanem más. Ez olyan, most nagyon divat szó ez a funkcionális, nem funkcionális, hanem egyszerűen olyan használható dolgokat ad képességbe, állóképességbe, simán fizikai erőlétbe, olyan, annyira fel tudja húzni az embereket erőlétbe, hogy például egy irodában ülő embernek is tudnám ajánlani. Nincs korhatára a sportszer használatának, mondja. Amíg az ember mozogni tud, addig lehet vele dolgozni, erőnlétet fenntartani, és ezzel egészségesebb életet élni. Stekli Zsuzsa tűzzománc készítő hagyományosan decemberi születésnapja közelettével kiállítást szervez. Legutóbb a Covid előtt kerülhetett sor a bemutatkozásra. Akkor a bibliai témájú képek mellett szeretett városához kötődő művek is részesei voltak az ünnepi tárlatnak. Stekli Zsuzsán nagyon népszerű Bonyhádon, jelzi ezt a megszámlálhatatlan látogató, aki soros kiállításának megnyitójára gyűlt össze. És persze minden érkező egy szál virággal is kedveskedett, mert hogy a szokásoknak megfelelően a születésnapjához közel ünnepli magát ezzel a kiállítással. A közösség az értékek mentén jön létre, és nem kell olyan dolgokat formálni, csak egy ilyen estére, amit ma kaptunk Zsuzsától, és mindakitől, aki részese ennek, hiszen mi most egy közösséget alkotunk, és egy polgármester minek örülhetne jobban, mint annak, hogy nem tömegként vagyunk ma itt együtt, mint értékek mentén egy nagyszerű közösségnek. Sokat változtam az évek alatt, és a világ dolgai is átértékelődtek bennem.
máshova kerültek a hangsúlyok, és mások a fontossági sorrendek. Mindez megjelenik az alkotásaimban is, mondja a 65. születésnapját betöltő Stekli Zsuzsa. És bár hölgyet nem illik a koráról falgatni, azt mondja számára ez egy jó érzés, és igencsak vállalható. Mindig is volt hitem, nem voltam templomba járó sohasem, de mindig is volt hitem. És tavaly hallgattam a rádióban egy műsort, egy beszélgetést, és megtudtam, hogy a Bartiméus Egyesület, a Vakok Egyesülete kiadott egy hangos bibliát. És írtam nekik, hogy ugyan már szívesen vásárolnék egy példányt CD-n, vagy nem tudom milyen fazonba adják, és örülnék, ha kaphatnék egy ilyet, szívesen megvásárolnám. És erre küldtek nekem ajándékba egy ilyen kis kutyút, akkor a telefon, és rajta a teljes orsz új szövetség. Olyan fantasztikusan szép, színészek olvassák fel, tehát nincs meg az a hasábtörés olvasásnak, ahogy nem jó olvasni. Színészek olvassák fel, az egész nagyon kellemes hang, és két hét alatt meghallgattam a műhelyben munka közben. És az egész annyira inspiráló volt, hogy ebből született a itt levő sorozatom, a Jézus élete. Hát elég sokat kísérleteztem már eddig életem folyamán, és úgy gondolom, hogy most már talán kialakult a saját stílusom. Több anyaggal, több technikával dolgozom, ma is csinálok festett zománcot vaslemezen, festett zománcot rézlemezen, de igaziból, amit csinálok, az a úgynevezett festői rekezománc, ami az én saját stílusom. Mert a rekezománc többieknél általában egy dekoratív, viszonylag egyszerű foltok, inkább de a geometrikus foltok. Én pedig igyekszem ezt festőien megoldani. És erre haladok továbbra is. Hagyjuk ezt a mai világot, ezt a felfordult világot, hogy emberek jönnek, mennek, migrálnak ide, oda, amoda, és nekem ez, számomra ez ijesztő. Ahogy már a tömegükkel, ahogy jönnek, és katonakorú férfiak jönnek, és ez nekem egyszerűen ijesztő valahol. És nekem nem mindegy, hogy a templomunkon figyelhogy van, vagy kereszt van. És úgy gondolom, hogy csak úgy tudjuk megvédeni a mi Európánkat, a mi keresztény Európánkat, ha a templomainkat használjuk. A templomaink üresen konganak, és nem megy be senki, és nem éli meg a hitét, akkor előbb-utóbb a keresztek helyett kiahodászatában a templomainkon. 92 óta mindig december elején van a kiállításom, és ez egy plusz töltést ad nekem is. Nagyon örülök, hogy a szülővárosom ilyen megtiszteltetésben részesít, mondja. Nem gondolkozom azon, milyen lesz a holnap, és mit kéne tűzománcba önteni. Igaziból én a következőkön sem gondolkodom, hanem ez olyan, hogy kapom, én legyen valahonnan valami üzenet, egy teljesen kész képet kapok, amíg van a fejemben, csak éppen kivitelezni kell. Várom a következő súvallatot. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!